A főpolgármester szerint nincs generális metrói Budapesten. Talos István azt is mondta a budapesti közgyűlés ülésén, hogy ellenzéki politikusok a hármas metró problémáját próbálják meg összemosni a többi metróvonalon történt esetekkel. Szerinte azonban ezek között semmiféle összefüggés nincs. A Tények riportja után Gyénémet Erzsébet DK-s politikussal folytatjuk a témát. Az utóbbi időben nem telik el nap, hogy ne lenne baj valamelyik metróval. A hármas vonalon szinte mindennaposak az üzemzavarok. A múlt héten a 4-es füstölt, hétfőn pedig a 2-es vonalon két szerelvény ütközött a Pillangó utcánál. A balesetben 10-en sérültek meg, közülük 4-en súlyosan. A fővárosi MSZP a metróhálózat üzemzavarait vizsgáló bizottság felállítására tett javaslatot. Azt a probléma halmazt kívánja feltárni, ami megszünteti az ilyen baleset veszélyt, mert a budapestiek többet érdemelnek annál, mint hogy rettegve szálljanak fel a metróra. A közgyűlés nem szavazta meg a vizsgálóbizottság felállítását. A főpolgármester szerint az ellenzék a hármas metró problémáját próbálja meg összemosni a többi metróvonalon történt esetekkel. Tetszettek volna gondolni a hármas metróra, nem a 4-es kerültetni politikai kérdés gyanánt. Azért ez is az igazsághoz tartozik. Tehát itt nem generális metróügy van, van három metró, három különböző problémával. A hármas vonal felújítása évek óta húzódik. A rekonstrukció pályázatát visszavonták, mert mindegyik benyújtott ajánlat drágább volt, mint amennyi pénz van rá. Itt van velem a stúdióban Gyénémet Erzsébet, a Demokratikus Koalíció várospolitikusa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye azt már tudjuk, a 2-es metronak az adatrögzítőjéből már kiderült, hogy ugye az a szerelvény, amelyik ugye belecsúszott inkább az álló szerelvényben, nem ment gyorsan, viszont faleveleken csúszott meg, vagy el. Ki a felelős ilyenkor? Tehát önök, amikor először hallották ezt, hogy faleveleken csúszik a metró, hát első hallás egy röhelyesnek tűnik, de viszont nem vicces. Hát így van, ilyen nem volt még a magyar metrózás történetében, hogy két metró szerelvény összeütközése miatt legalább 15 sérült legyen, nem volt még személyisérüléssel járó ilyen típusú baleset a metróvonalak történetében. Én nem szeretnék abba a szerepbe tetszelegni, hogy nem műszakiként megmondom, hogy mi volt itt a hiba, ez nem a politikusok dolga, rendőrségi vizsgálat van, illetve mi azt szerettük volna a tegnapi közgyűlésen, hogy legyen egy vizsgálóbizottság is, amit az ellenzék, jelesül az MSZP-s képviselők javasoltak, minden ellenzék. Az ellenzéki párt egyébként támogatta, de ezt a fideszes többség lesöpörte. Mi azt szeretnénk tudni, hogy a három metróvonalon most már jó néhány hete történő különböző kisebb füstölések, üzemi események, ugye erre azt akkor mondjuk, amikor nincsen baleset szerencsére, vagy most itt a 2-es metró balesete, hogy ez vajon egy a minden metróra jellemző probléma, ami ugye fakadhat abból, hogy kevesebb a pénz a karbantartásra, vagy emberi hibák vannak, szervezési hibák vannak, nem tudjuk, ezt szerettük volna megvizsgálni. Én azt gondolom a 2-es metróról, hogy várjuk meg azt, hogy a rendőrség mire jut, mi ennek az ügynek a vége. Ugye a sérültekről szerencsére lehet már hallani, hogy elhagyhatták a kórházat, jobban vannak, aki még esetleg olyan állapotban van, annak innen is jobbulást szeretnék kívánni. Ami a legfontosabb számomra és számunkra ebben az ügyben, hogy ezek a metró balesetek egyértelműen ráirányították a figyelmet arra, hogy a hármas metró felújításával nem lehet tovább várni, nem csúszhat tovább, nem szórakozhat tovább a kormány és a főváros vezetése naponta 473 ezer emberrel. Igen, csak nagyon sok kérdés adódik. Például az első, ami ugye most tovább siklottunk rajta, de ugye a vizsgálóbizottság felállítását javasolták, viszont a közgyűlésen ezt nem fogadták el. Miért? Mi volt ennek az oka? Hát mindenkinek érdeke, hogy kiderüljön, hogy mi történt. Erről a fideszes többséget kellene megkérdezni, én sem értem. De csak megkérdezték, gondolom utána, hogy miért nem? Vagy hát közben kérdeztük, de nem volt erre válasz. Én azt gondolom, hogy ez egy hiba volt az ő részükről. Egy felelős városvezetőnek, egy főpolgármesternek, illetve a fideszes többségnek tudnia kéne azt, hogy egyébként itt ebben az ügyekben, vagy ezekben az ügyekben mi történik. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy ha rendőrségi vizsgálat kiderült, akkor utána nem csak a 2-es metróval fognak foglalkozni, hanem a 3-assal is, ami sokkal rosszabb állapotban van. Ön szerint a főpolgármester úrnak nincsen igaza abban, amikor azt mondja, hogy nem lehet összemosni a három metrónak az ügyét, hiszen három különböző történetről van szó? Azt gondolom, hogy nincs igaza. Itt a metrók ügyében nagyon-nagyon régóta nem volt ilyen sorozatos esemény, hogy mindegyik metróvonallal van valami probléma, mindegyik metróvonalon történik valami olyan esemény, ami miatt az utasokat le kell szállítani, ami miatt pótlóbuszokat kell beállítani, és ezeket nem vizsgálják ki. Ez nem tartható a továbbiakban. Igen, a főpolgármester
polgármester úr azt is mondta, hogy önök politikai haszonszerzés céljából estek most neki ennek a történetnek ennyire erőteljesen, hiszen például önök azt is mondják, hogy Orbán Viktor kvázi utálja a fővárost, és nem hajlandó pénzt adni, ezzel is ellehetetlenítve a hármas metró felújítását például. A metró felújítása az nem politikai kérdés. Aki ezt gondolja, hogy 473 ezer utasnak a biztonsága nap mint nap ebben a városban politikai kérdés, az azt gondolom, hogy nagyon rossz lovon ül. Itt semmi másról nincs szó, mint hogy ez a metró megöregedett, és ezt a metrót fel kell újítani. Az Orbán kormánynak oda kell adni erre a metró felújításra a pénzt. Ez durván most már kiderült az első tender után, hogy ezt abból a 137 milliárdból nem lehet megoldani, mint amit a kormányzat erre szánt. Durván olyan 170-180 milliárd forint biztos, hogy kell erre. A főváros ezt saját erejéből nem tudja megtenni, nincs már a fővárosnak pénze, az Orbán kormány kivéreztette ezt a várost ez alatt az elmúlt 6 év alatt, amióta kormányoznak. Ha a metrót fel akarjuk újítani, már pedig fel akarjuk újítani, akkor nem lehet mást tenni, mint hogy a kormányzat adja oda ezeket a pénzeket. Nem szeretném védni a miniszterelnök urat, de miért lenne érdeke az a miniszterelnöknek, hogy ne történjen meg a hármas metró felújítása. Hát ez a miért ne próbálna segíteni? Ez a legfogósabb kérdés, azt gondolom. Sem szakértőként, vagy várospolitikához értő emberként, sem magánemberként nem értem, hogy miért csinálja ezt a várossal. Ha más nem, de akkor a kettes metró balesete, arra egy elnézést, arra egy figyelemfelhívás kellett, hogy legyen, hogyha ez a baleset a hármas metrón történik, ami nagyon-nagyon rossz állapotban van, akkor ott nem biztos, hogy csak 15 sérült lett volna, csak ott nagyon idézőjelbe értem. A demokratikus koalíció éppen ezért elkezdett egy aláírásgyűjtést, amiben az embereketől azt kérjük, hogy nyomásgyakorlásért írják alá azt a mondatot, ami arról szól, hogy támogatom, hogy a hármas metró felújítását minél hamarabb elkezdjék. Tegnap óta ezeket az aláírásokat online is gyűjtjük. A demokratikus koalíció politikusainak, illetve a DK központi Facebook oldalán meg lehet ezt találni és alá lehet írni, illetve tegnaptól egy matricát is elhelyeznek az aktivistáink, aminket támogatók, akár a metró környékén, vagy bárhol, ami rajta van Tarlós István telefonszáma, illetve e-mail címe, és azt kérjük a budapestiektől, hogy akik egyetértenek azzal, hogy újítsák fel végre a metrót, azok hívják a főpolgármestert, vagy küldjenek neki egy e-mailt. Ez oké, ez jól hangzik, de Tarlós István azt is mondta, hogy azért önöknek is volt nem kevés éve arra, hogy felújítsák a hármas metrót, hiszen azért nem most mentek tönkre a szerelvények, ebben is azért van igazság. És hát azért az Alstom ügy pedig, hogyha most nem akarom én is itt összemosni a történeteket, de hát az pedig az előző városvezetéshez köthető. Akkor először az elsőre reagálnék. A hármas metró felújítását tervezte az előző városvezetés is, de ezt a főpolgármester, aki egyébként műszaki szakember, pontosan kell, hogy tudja, hogy egyszerre két metróvonalat nem lehet leállítani még részlegesen sem a felújításra. 2005 és 2008 között megtörtént a kettes metrónak a felújítása. Ugye ez egy hosszú folyamat volt, mindenki emlékszik rá. Szerencsére ott nem kellett egyszerre szakaszokat lezárni, hanem egy nyári felújítással, meg egyes állomások lezárásával ezt meg lehetett oldani. Ennek véget ért, ugye ez véget ért 2007-2008-ban, utána nyugodtan el lehetett volna 2010-ben kezdeni, vagy 2011-ben, amikor már főpolgármester átvette a város vezetését, a következő metró felújítást. A kettes metró felújítása során még egy másik dolog is zajlott, ez pedig a négyes metró felújítása, vagy bocsánat, megépítése. A négyes metró azért húzódott el ennyire sokáig, és azért 14-ben lett csak átadva, mert az első Orbán kormány 98 és 2002 között 4 évre leállítatta az építését. Tehát ha azt a 4 évet el nem veszíti el a város, akkor a négyes metrót már 2010-ben át lehetett volna adni, és akkor semmi nem akadályozta volna meg a főpolgármestert, hogy 11-12-ben elkezdje a hármas metró felújítását. Én azt gondolom, hogy ez kifogások keresése, az Alstom ügyben pedig az a nagyon pontos helyzet, hogy ugyanaz előző városvezetés volt, aki az Alstom szerelvényeket beszerezte, de ezek a kocsik, ezek a szerelvények 2012-ben kapták meg az úgynevezett vasúthatósági engedélyt. Akkor Fidesz kormány volt már, a Fidesz vasúthatósága, illetve közlekedési hatósága adta ki ezt az engedélyt, és a főpolgármester Tarlós Istvánnak hívták. Köszönöm. Hú, mennyit szépen fogunk még erről a témáról beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt van. Köszönöm szépen.